Egy hét múlva már a kajakkenő Európa-bajnokságon lapátolnak a Graboplasz Győr fiataljai Bulgáriába, azon belül Plovdiba 7 versenyző kvalifikált. A legmozgalmasabb program a kenus scout Kristófra vár, aki 200 és 500 méteren is megmutathatja magát egyesben, de Dóczi Patrikkal együtt tagja a csapathajónak is. Utóbbi forgóval párban is rajtoz áll a fél kilométeres távon, így neki 2 száma lesz. A fiatalabbak közül került ki az EB-re német Benedek, ő 500 méteren egyesben állhat majd rajthoz. 2 olimpiai számban indulhat Gamsjäger Liza Mária, hiszen a 4-es hajó mellett megnyerték az MTK-s Szendi Lillával a szétlövést 500 méteren párosban is, így ebben a számban is ők bizonyíthatnak. A fiúknál Mayer Kián is duplázik, 200 méteren párosban Lazur Barnabással együtt harcolták ki a részvételt, de Borsodi Géza tanítványa bekerült 500 méteren a 4-esbe is. Az olimpiai távon az U23-as mezőnyben mutathatja meg magát Gacsa Lákos, aki az 1000 méteren induló 4-esben állhat majd rajthoz a július 14-e és 17-e közötti futamokon.